Télen mindig nagy kihasználtsággal működik a nyíregyházi hajléktalan szálló, és sokan veszik igénybe az oltalom szeretett szolgálat által fenntartott más ellátóegységek szolgáltatásait is. Többen azonban bizalmatlanok az intézményrendszerrel szemben, és nem kérnek segítséget. Éveleje óta jelentősen enyhült az idő. Igaz, pont a napokban térnek vissza a mínuszok, még ha csak az éjjeli órákban is. Az évek óta az utcán élő, úgymond rutinosabb hajléktalanoknak ez még nem nagy hideg. Ilyenkor behúzódnak jellemzően csatornákba, lépcsőházakba, szerszámos bódékba, de a melegedőket, szállókat is többen keresik fel közülük. Hogy pontosan hányan vannak nehéz helyzetben a városban, csak megbecsülni lehet. Olyan 20 körül azok, akik életvitelszerűen az utcán tartózkodnak, a többiek intézményi ellátás keretében kapják a segítséget, és azért az intézményi ellátás az ad egy biztonságérzetet tagadhatatlanul az ellátottaknak. Vannak ugyanakkor, akikben van egy alapvető bizalmatlanság az intézményrendszerrel szemben, ezért nem keresik fel a szállót vagy a melegedőt. Utóbbiak persze így is tele vannak a téli hónapokban. Az éjjeli menedékhelyünk a 100 férőhelyes, az már túl van a befogadás határán, mert ilyen 120 körüli a befogadásnak a létszáma, amit mi, akik igénybe veszik, de nyilván ilyenkor pótágyakkal mindenkit befogadunk, tehát nincs olyan, hogy valaki az utcán maradjon. Ha nagy, előfordult már, hogy más részleget is megnyitottunk arra, hogy akik csak egy-egy éjszakára akarnak jönni, azoknak oda átirányítjuk őket, mert hogy nem maradhat senki az utcán a nagy hidegben, ez magától értetődő. Briós, alma és banán is előkerült a Szatyorból a Bokréta utcai telephelyen működő lábadozó egyik szobájában. Itt azok kaphatnak ellátást, akik kórházi kezelés után állnak, és nincs hova hazamenniük. Én azért vagyok itt betegszobán, mert ők lábom vagy 3-4 hete, és most gyógyulunk, minden rendben van, meg vagyunk, segítünk egymásnak úgy. Az itt lévők az étel és a szállás mellett orvosi ellátást is kapnak. Ezt a hajléktalanokért közalapítvány támogatásával hosszú évek óta tudjuk vinni. Ez is egy nagyon fontos része annak, hogy senki nem marad az utcán. Tehát ők, akik egészségügyi okok miatt ott kellene lenniük, és nagy-nagy veszélynek lennének kitéve, 15 embert tudunk így ebben a formában hosszú évek óta ellátni, és ezt én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos része a téli krízis ellátásnak. Az éjjeli menedékhely minden nap délután 5:30-tól másnap reggelig fogadja a fedél nélkül élőket. Az ellátottak 70%-a férfi, 30%-a nő. Ők nem csak télen, évközben is igénybe veszik a szolgáltatásokat, hiszen a törvény már egy ideje bünteti az utcán élést. Ezek a nők azokról az időkről mesélnek, amikor ez még nem így volt. Látták, hogy milyen szépen rendbe tettük a hidalját, és a rendőrök minden áldott este kinéztek ránk. Megkérdezték, nincs-e valami bajunk, nem ez zaklat valaki, mert minden este ide fognak rám nézni, mert ilyen szép még nem volt a bújtosi hidalja, mióta mi. Ha rendes, mit csináltunk vele? Az épületben lévő mosókonyhában sütni, főzni is tudnak maguknak, de előre elkészített ételeket is kapnak. Ott jártunkkor is épp a felmelegített vacsorájukat osztották ki az intézmény munkatársai. Az ellátottak többsége napközben a Rákóczi utcai melegedőben húzza meg magát, télen ide is többen térnek be. Vannak az úgymond állandó ellátottak, akik jönnek, több-kevesebb stabilitással, és ilyenkor van az, akik jobban a nappali melegedőre érkeznek, azok az elszegényedő vagy szegényebb rétegek, akiknek problémát okoz a lakásuknak akár a fűtése, és akkor ide jönnek, napközben itt vannak, és csak este mennek haza, és ezzel is tudnak mondjuk a szűkös anyagi körülményeik között egy picit jobban gazdálkodni. Ugye mi nem vizsgálhatjuk ugyanakkor az idejövőknek a szociális, gazdasági, megélhetési hátterét, mert aki igénybe akarja venni a szolgáltatást, azt akkor mi nyújtjuk neki, de azért a velük való beszélgetésből tudjuk, hogy vannak olyanok, akik így veszik igénybe a szolgáltatásunkat, és ugyanez a helyzet a népkonyhával. A népkonyhát is igény szerint osztunk ételt, az a,
a 130-tól a 180-ig, attól függ, hogy milyen az igény. Azért osztjuk a melegebb ebédet, hogy az hideg időben az egészségi állapotuk ne romoljon le. Hát azért az utcán élve az étkezést azt biztosítani kell a számukra. Tehát az életmentés területén, az éjjeli menedékhely, a nappali melegedő és a népkonyha az, amelyik háromszögében tartjuk és vigyázunk az ellátottakra, hogy ne érje őket baj. A szeretett szolgálat ellátottjainak száma nem változott jelentősen az elmúlt években. Ez a nő már közel 3 éve veszi igénybe a szolgáltatásokat. Napközben bejövünk 8 órakor, onnan ugye fényűzködünk el az éjszakai szállóra, itt egészen bemoljunk délután 4-ig, ebédet, valamikor leves, valamikor krumplit, rizs, mindent felszolgálnak, az éjszakán új szintén van meleg étkezés, de szoktunk magunknak főzni is. Az intézményekben az ellátottak egészségi állapotára is odafigyelnek. Az egy nagyon fontos része az ellátásunknak, hogy itt a nappali melegedőn az önkormányzattal együtt, itt biztosítunk az önkormányzatnak egy irodahelyiséget ingyenesen, egy orvosi rendelőt, és az orvosi rendelőben egy önkormányzati alapellátást foglalkoztatja a doktor urat, de ő látja el a betegeket, és ő felügyeli közvetlenül az ő egészségügyi állapotukat. Tehát itt együtt van a nappali melegedő mellett egy orvosi ellátás, oda be tudnak menni, és a doktor úr tudja őket tovább irányítani, és ha bármi olyat tapasztal, akkor meg tudja tenni a szükséges intézkedést. Tehát azért arra vigyázunk, hogy az egészségügyi állapotuk ne romoljon le. Volt idő, amikor sikerült vitaminokat is osztani közöttük, hogy az egészségi állapotukat megóvjuk. Az egy minden éves gyakorlatunk egyébként, hogy a tüdőszűrést azt elvégezzük a ellátottaink körében. Kijönnek a mozgó tüdőszűrővel a állomással a tüdőszűrő állomás munkatársa, és akkor itt helybe végzik el a szükséges tüdőszűrést, tehát hogy kiszűrjük a betegséget, megelőzve egyfajta preventív módon, mert tudjuk, hogy a prevenció mindig olcsóbb, mint a magának a betegségnek a gyógyítása. A Magyar Szociális Fórum január közepi jelentése szerint ezen a téren már 95-re emelkedett a fagyhalált halt emberek száma. Eszerint a korábbinál többen fagytak meg a szabad ég alatt, de a legtöbben fűtetlen lakásokban hűltek ki végzetesen, illetve kórházba szállításuk közben és beszállításuk után, mert már nem tudtak rajtuk segíteni. A hajléktalan ellátásban a novembertől március végéig tartó periódus krízis időszaknak számít. Ezen belül az időjárásnak a függvénye is ez a krízis. Az újabb pár évvel ezelőtt bevezetett riasztás, tehát a vörös riasztás, hogyha nagyon hideg van, mint hogy a nyáron is a nagyon nagy a forróság, akkor ezekben a riasztásokban az önkormányzattal együtt nyilván van egy olyan információs hálózat, az önkormányzat, a mentők, a rendőrség, a tűzoltóság, hogyha valami baj van, akkor ezen belül a jelzőrendszer működik, hogy segítjük egymásnak a munkáját, és ez is hozzátartozik, hogy ez a rendszer, ez a belső jelzőrendszer évek óta példaszerűen működik a városban. Az intézményvezető szerint azoknak, akik az ellátás helyett mégis javarészben az utcán töltik a mindennapokat, szakember bevonásával érdemes segítenünk. A jó indulatú segítség az nem biztos, hogy mindig célt ér. Tehát mondjuk az utcai kéregetést, én ebben elég egyértelműen azt látom, hogy ha valaki az utcán kéreget, az akkor és adok neki, ott tartom az utcán. És akkor azzal az ő helyzet, azzal oda stabilizálom a helyzetét, és nem pedig az ellátórendszerbe jön be, hogy itt szakszerű ellátáson segítsük, és el tudjon induljon fölfelé. Most nyilván mi szívesen fogadunk minden önkéntes segítséget, sokat is kapunk egyébként, ruhaadományokat, élelmiszer adományokat, nagyon sokszor fordul elő, most karácsonykor is voltak ilyen nagy városi rendezvények, különböző vállalatok, és megmaradt az étel, és csak fölhívtak, hogy maradt egy fél kondér babgulyás, hova lehet vinni. Hát kiviszik a családok átmeneti otthonába, ahol sok a gyerek,
és akkor annak nagyon tudnak örülni. Tehát az ételadomány az mondjuk ugye egy kicsit nehezebb, hogy ott vigyázni kell azért az előírásokra. Ruhadományokat kapunk, és azt gondolom, hogy ez mind-mind segítség arra, hogy a ránk bizottakat a lehető legjobban tudjuk ellátni. A szeretett szolgálat intézményeiben egyébként közel 100-an dolgoznak és segítenek, azért, hogy a bajba jutottak minél hamarabb visszakerülhessenek normál, megszokott életükbe.